Zöld babos libaragú. Előző nap a liba mellről lefejtjük a bőrt, az alatta levő zsírréteggel és bőrrel együtt apró kockákra vágjuk, kisütjük, leszűrjük, és másnapig a pörcöt és a zsírt a hűtőszekrényben tartjuk. A liba mellett felkockázzuk, meghintjük a pác fűszerekkel, hozzáadjuk az áttört fokhagymát és alaposan összekeverjük, majd annyi száraz vörösbort öntünk hozzá, hogy éppen hogy ellepje, és ismét összekeverjük. Folpakkal letakarjuk, és egy napra a hűtőbe tesszük. Másnap a hagymát nem túl apróra vágjuk, a sárgarépát és a zellerszárat szeleteljük, a zöldbabot, amennyiben nem fagyasztott, centis darabokra aprítjuk. A libazsíron megpirítjuk a hagymát, majd hozzáadjuk a zellerszárat és a sárgarépát. Pár perc múlva a serpenyő egyik oldalán tovább sütjük a zöldségeket, a másik oldalára tesszük a lecsepegtetett húst, majd az egészet összekeverjük és sózzuk. Újabb pár perc pirítás után hozzáadjuk a zöldbabot, ráöntjük a páclevet és aláöntünk egy kis vizet, amit szükség szerint időnként pótolunk, miközben fedő alatt egy órán át pároljuk. Ha már kis színt kapott, akkor hozzátesszük a zöldségeket, és felöntjük annyi forró vízzel, amennyi éppen ellepi. Lassú forralással szaftos ragúvá főzzük a zöldséges húst. Ha nagyon elfőni a levét, vízzel pótoljuk, ízlés szerint utána sózunk. A korábban előpirított pörcöt egy teflonos serpenyőben megpirítjuk. A ragút tányérokra rendezzük, meglocsoljuk a simára kevert tejföllel, és megszórjuk a pörccel. Ha túl gyors lett volna, laptopkonyha.hu